Hogyan magyar! Fiatalok ezré vándorolnak külföldre, a kormány a hazaváró irodákban látja a megoldást. Kanizsai összefogás. A mentő és gyermekintenzív alapítvány javára szerveznek jótékonysági bált. A cél a feljutás. Annek a fiatalé mögött fordul az alapszakasz második körére a kanizsai kézi csapat. Jó estét kívánok, Szabó Fanni vagyok. Ez a a TV híradója november 15-én szerdán. Jöjjenek a részletek! Egyre több fiatal vállalna munkát külföldön. A KSA adatai alapján 2022-ben csaknem 27 ezer magyar vándorolt el az országból. Az mutató az idei első fél év havi nettó áttakkeresetét tekintve is az egyik legrosszabb az országban. A 297.147 forintnál csak Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsoda-Búj-Zempén rendelkezik rosszabb statisztikával. A külföldre vándorlók száma 2017 óta nem volt ilyen magas, ugyanis tavaly majdnem 5000 rel többen hagyták el az országot, mint ahányan hazatértek. A megkérdezett kanizsai fiatalok nagy része már a középiskola elvégzése után külföldön vállalna munkát, míg valaki az egyetem után költözne. Vannak, akik az alacsony bérek miatt mennének el, míg mások az országban uralkodó hangulattal indokolják. Szerintem külföldön jobb megélni, mint itt Magyarországon, mert ugye nem tudom, ott jobban az embereket megfizetik. Hát nekem az a terv, hogy kimegyek külföldre, ott is élem le az életemet. Már a középiskolásoknak is pontos elképzeléseik vannak a felnőtt éveikről. Kovács Barnabás akár hosszabb távon is kint telepedne le, hiszen ő sem itthon tervezi távolabbi jövőjét. A jogi egyetemre szeretnék menni, és el tudom azt is képzelni, hogy ezek után majd külföldön dolgozok, és ott alapítok családot. Vannak olyan fiatalok, akik nem feltétlenül hagynák el Magyarországot, azonban a jövőt ők sem Kanizsán képzelik el. Német István jelenleg egy Budapesti állásajánlaton gondolkodik, de konkrét terve még nincs. Egy hatalmas világjáró vagyok, úgyhogy tervezek külföldre elmenni egy-kétszer, hogyha olyan lehetőségem hogy kiköltözni, még nem tudom, hogy pontosan hogyan fog alakulni egyelőre, hagyom, hogy kialakuljon a kapcsolat, esetleg a külföldi országokkal, ha kell, akkor itteni ismerőseket, megismerni új embereket, akik tudnak új lehetőségeket mondani, új lehetőségekkel szolgálni, még azért korai eldönteni, hogy pontosan mit akarok. A külföldre történő elvándorlás nem csupán a munkaerőpiacon jelent nagy problémát, ugyanis a népesség csökkenésében és elővegedésében is meghatározó szerepet játszik. A statisztikai hivatal felméréseiből derült ki az is, hogy a kanizsai járásban mindössze 12,4% a 15 évnél fiatalabbak aránya, ami a hetedik legrosszabb mutató az országban. Nagy Kanizsán is nyílik hazaváró iroda. A Nemzetegyesítés célzó projektre a kormány idén 1 milliárd 142 millió 685 ,200 forintot szán, míg 2024-ben még mindegy 103 millió forintot. Az általunk megkérdezett kanizsaiak szerint ez az intézkedés önmagában nem lesz elég ahhoz, hogy hazacsábítsa az embereket. Megfelelő lokás, meg a fizetések, hogy jók legyenek. fizetések A munkái fizetések jók legyenek. A stábunknak nyilatkozó és kamerán kívül megszólaló kanizsaiak egyetértettek abban, hogy ez a két dolog alapkérdés a külföldön élők hazatérésében. A Diaspora Magyarsággal való kapcsolattartás elnevezésű kormányrendelet részeként a meglévő kormányablakokban létesítenek összesen 27 hazaváró irodát. Zalában két olyan intézmény nyitja meg a kapuit, amely tanácsadással szolgál azoknak a magyaroknak, akik szeretnének visszatelepedni, vagy átutazóban vannak hazánkban. Az irodák mellett telefonos segélyvonalat és internetes oldalt is létrehoznak a cél érdekében. Parti József úgy látja, a hazaszervető fiatalokra akár hatással is lehet ez az intézkedés, de más tényezők is kellenek. Főleg akkor, ha olyanok fogadják őket, akik itt fölvilágosítják a itteni dolgokról, és ha lesz nekik munkahelyük, amit az előbb mondtam, nem akarom megismételni, szórakozás, sport és minden egyéb, akkor, akkor igenis haza jönnek. Mert ö, 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 sajnos nekem a sógorom Angliába élt, ott is halt meg. De euh, tudom, mert ő benne élete végig bán volt a magyarság, sőt, ő nem is lett kettős állampolgár, hanem végig megtartotta a magyarságát. A hamarosan elinduló hazatelepülést szorgalmazó csomag annyiban tér el a 2016-os mérsékelten sikeres Gyere Haza Fiatal kampánytól, hogy ezúttal a területtől és kortól függetlenül célozza meg az embereket. Gyakori kritika az intézkedéssel szemben, hogy alapvető lehetőséget nem biztosít a jobb megélhetésre, emiatt pedig önmagában nem ad elég motivációt a hazatérésre. A mai fiataloknak rettenetes nehéz a helyzete, ez tény és való, és nagyon sokan kimennek. Az én fiam is kint van. Muszáj volt neki kimenni, mert itt nem fog tudni semmiképpen megélni. Ez a fizetés, ami van. Én elhiszem, hogy a kormány igyekszik a fiatalok érdekébe tenni sok mindent, de ez még nem elég. Ennél több kellene. Az eddigi információkból az nem derült ki, hogy a program internetes felületén milyen ügyeket intézhetnek a leendő hazatérők. A kezdeményezést a hvg.hu információi szerint lengyel minta alapján készítették. Olcsóbban lehet kanizsályokosítványt szerezni, mint az ország más városaiban. Míg egyes helyeken akár 13 ezer forintba is kerülhet egy óra, addig itt ez jelentősen kevesebb. Ennek köszönhetően, bár a szektort is drágulás jellemzi, sok helyi középiskolást tud levizsgázni kedvező feltételek mellett. Az utóbbi években a vezetői engedély megszerzésének költsége is jelentősen emelkedett, azonban a megkérdezett kanizsai oktató szerint az itteni árak még így is elmaradnak az országos átlagtól. Bagi András tábunknak úgy fogalmazott, a tanulóvezetők között még most is inkább a fiatalok vannak többségben, míg a motorosoknál nagyon változó a korosztály. Például nálunk 7000 egy óra, Budapesten van ilyen 12-13 ezer forint is egy óra, itt ilyen évent ilyen 500 és 1000 forintot szokott emelkedni, de ha jól tudom, tehát csurgó, Nagyotádon ott például ilyen 8 körül van. Nem akarok hülyeséget mondani, de azt tudom, hogy ott drágább. Hát itt a megye viszonylatban szerintem olcsó, meg ugye országos szinten is, meg az autós iskolák között is ilyen pár száz forint van, tehát ha mit töljön, nálunk 7000 való lehet, hogy 6008, 7002 másik iskolánál vagy 7005, tehát nem nagy különbség van. 2024. szeptemberétől a kormány szinte ingyenessé tenni a B kategóriás jogosítványt a középiskolák és a szakképző intézmények tanulóinak. Egy kanizsai autósiskola vezetője szerint a jelenleg is érvényben lévő sikeres vizsgát követően igényelhető 25 ezer forintos támogatáshoz hasonló módon lehetne bevezetni, azonban a kivitelezés úgysem lenne egyszerű. Ha az állam úgy dönt, hogy ennél nagyobb összeget szeretne erre szállni, akkor ugyanennek a menetnek látom értelmét, csak el kell döntenie, hogy mennyi az az összeg. Mert van, aki 300 ezerből megcsinálja, valaki 500 ezerből csinálja meg, és lehet, hogy valaki már egy milliónál sem csinálta még meg, tehát olyan széleskörű spektrumon mozognak a tanulók, hogy a támogatás összege az nagyon ertérő lehet tanulónként. Pálné Péter Eszter hozzátette, minél fiatalabb korban szervez valaki jogosítványt, annál jobb rálátása lesz a közlekedésre, és nagyobb eséllyel vezet, majd biztonságosan. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Kanizsai összefogás A koraszülött mentő és gyermekintenzív alapítvány javára szerveznek jótékonysági bált. A cél a feljutás. Annak a fiatalé mögött fordul az alapszakasz második körére a kanizsai kézi csapat. A 6 és 4 osztályos gimnáziumba jelentkezőknek tartottak nyílt a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban. A délutánon nem csak az intézmény szakmai programjával, de az iskola szakköreivel, tanáraival és diákjaival is megismerkedhettek a résztvevők. A mező gimiben nagy hagyománya van a minden évben ősz végén megrendezett nyílt napnak. Ilyenkor nem csak az érdeklődő diákokat, de szüleiket is várják, akik így közelből ismerkedhetnek meg gyermekük leendő iskolájával. Kötőné a Judit Intézményvezető hangsúlyozta, az oktatási program illetve a felvételihez szükséges követelmények ismertetése mellett egy több állomásból álló iskola bemutatóval is készülnek az érdeklődőknek. Hat helyszínen a diákok találkozhatnak a tanárokkal, mezős diákokkal, biológia, kémia, fizika kísérletekkel tudnak részt, kísérletekben tudnak részt venni, legórobotokat nézhetnek meg, nyelvi képzésről kapnak tájékoztatást, és a mező és irodalmi kör pedig előadásokat fog nekik tartani. Kicsit fellépnek és mégis bemutatkoznak, hogy a tehetséges diákok mit is csinálhatnak az iskolánkban. Az intézményvezető hozzátette, ha bár az iskola közösségi oldalain minden információ megtalálható, tapasztalaték szerint a személyes tájékoztatás egyre fontosabbá válik. Annyira délután népszerűségét jól mutatta a résztvevők száma, akik nem csak a hagyományos négy, de az egyre elterjedtebb hatosztályos gimnáziumi osztályok iránt is érdeklődhettek. Minden évben 150-200 fő jön el diák és szülő egyaránt. Kedden egyébként megtartottuk a hatosztályos gimnáziumi osztálynak a nyílt napot. Nagyon sokan voltak, úgyhogy úgy néz ki, hogy érdeklődnek a szülők a hatosztályos gimnáziumunk iránt is. Az iskolában a jövő tanévben, 9. évfolyamban az általános tantervű osztály mellett ismét indítanak angol és német nyelvi, valamint a digitális kultúrára fókuszáló emelt óraszámos osztályt, még a hatosztályos gimnáziumi képzésben az első két évben az idegen nyelvet és a matematikát tanulhatják magasabb óraszámban a diákok. Jótékonysági összefogást indítottak a Kanizsán a születmentő mentő és gyermekintenzív alapítványa vára. A két fő szervező Matyovszki Zsoltné, bölcsödei dolgozó, és Simon Barnabás, az Érózenekar frontembere. A gyermekeket november végén egy alapítványi bálon támogathatják a segítőkész érdeklődők. Már nem első alkalommal kezdeményezett jótékonysági akciót Matyovszki Zsoltné. Idén az a legérszegi székhelyű alapítványra esett a választása. Mint azt elmondta, mindenképpen olyan szervezet támogatását tűzte ki céljául, amely gyermekeken segít. Matyovszkiné Eszter hívó szavára többen azonnal reagáltak aki a zenét fogja biztosítani, a Éró. Ővelük a Barnival már régi a kapcsolatunk. Fellépő lesz még az Éder Gábor, akit felhívtam, megkerestem, és ő is ingyen eljön. Az Eraklin táncklubbal is már régóta van kapcsolatom, és Lexikov Csaba is az első kérő szóra azt mondta, hogy igen, eljövünk, és szereplünk nagyon szívesen ingyen. Az zenekar minden tagja a kezdeményezés mellé állt. Frontemberük Simon Barnabás ezúttal nem csak a színpadon lesz jelen, a szervezésből is kiveszi a részét. Mindig nagyon szívesen állunk ilyen célok eléve, és örömmel fogadtuk Esztinek a felkérését, hogy egyrészt részt vegyünk fellépőként ezen a rendezvényen, illetve szervezőként is nagyon szívesen segítek neki ebben a, az egész dologban. A jó hangulat garantált lesz november 25-én a Sormási István fogadóban. Jegyeket, támogatói jegyeket és tombola felajánlásokat a Bíbor Centerben, a Zalakarosi Turinformiradában, valamint a két főszervezőnél lehet igényelni és felajánlani. A bál teljes bevételét a koraszülött mentő és gyermekintenzív alapítvány kapja. Egy több mint 150 éves pálinkás fazék lett a hónap műtárgya a Túri György Múzeumban. A kiállított eszközt egészen a szeszlepárlás 1920-as állami betiltásáig használták. A kisüsti technikával zajló pálinkafőzés a 20. század elejéig elterjed volt Zala megye területén. Szinte minden házban volt egy helyiség, amelyet szeszfőzésre különítettek el. A múzeumban kiállított fazékba az első lepárlásnál keletkezett alszesz, népies nevén plávis került, amit általában továbbfőztek a jobb minőség érdekében. Az edényekre gyakran rákerült egy évszám vagy egy versike, ezen a darabon az 1871-es dátum szerepel. Voltak a környéken is fazekasok, akik ilyen edényeket készítettek. Amit kiállítottunk, ez viszonylag egy kicsi példány, ennél vannak nagyobbak is, jóval nagyobbak azért nem, mert azért nagyon kevesen voltak olyan szerencsések, hogy nagyon sok pálinkát tudtak volna egyszerre lefőzni. Az őszi -téli időszak a pálinka főzésnek az időszaka. Elsősorban azért, mert ilyenkor van Cefre, ilyenkor van gyümölcs, és ilyenkor van, ugye, törkö is. A pálinka, az ünnepi események, például esküvők, keresztelők elmaradhatatlan részét képezte az alában, de a néphagyomány szerint gyógyászati célral is fogyasztották kávé, vagy te mellé, vagy reggelire önmagában. A Túri György Múzeum gyűjteményében egy tucat pálinkás fazék található, Valamennyit Kerecsényi Edi gyűjtötte a múlt században. 1915-ben az első világháborús anyaghiány miatt ugye a rézüstöket összeszedték a falvakból, és ekkor szűnt meg nagyon sok helyen a különépített épített pálinkafőző kunyhó, vagy mellékkonyha, vagy ahogy a Balaton környékén nevezték kukolla. Ilyenkor kerültek fel a pálinkafőző pazekak a kapadlásra. És hát szerencsés volt az a néprajzkutató, aki még egyet tudott találni. A házi pálinka főzést 1920-ban hivatalosan betiltották, és a rendeletet csak 2010-ben változtatták meg. A hónap műtárgyáról bővebb összeállítást láthatnak Donvidék című magazin műsorunk következő adásában. Csak rosszabb gólkülönbsége miatt nem az első helyről kezdi az alapszakasz második felét a nagykörizsai férfi kézilabda csapat. Csaló Ádám tanítványai hétvégén a nagyotáddal mérkőznek, majd idegenben vívnak rangadótal is vezetőnek a U21 ellen. Az előző négy szezonban egyaránt az élen végzett az MB2-es csoportjában a nagykanizsa. A hőn állított feljutás azonban kétszer elbukott osztályozó, egyszer a pandémia, két éve pedig a pénzhiány miatt nem valósulhatott meg. A harmadasztály küzdelmeit a most futó szezontól átalakították, és nyolcas csoportokra osztották a csapatokat. Csalló Ádám vezetőedző szerint hiába állnak öt győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel az alapszakasz felénél, a Peac elleni vereséggel és a Neka elleni döntetlennel gödörbe kerültek, amiből minél előbb ki kell jönniük. Úgy gondolom, hogy mindenkinek saját magának kell megtalálnia a motivációját, és, és azt valahogy a csapat, csapatra átragasztani, hogy mindenki motiváltan tudjon kézilabdázni az elkövetkezendő fordulókban, már nagyon nagy szükségünk van rá, hogy, hogy jobb játékkal tudjunk szolgálni. A kanizsaiak legutóbb a siklóssal mérkőztek, és bár legyőzték a csoport sereghajtóját, a 32-28-as végeredménynél nagyobb különbségű sikert vártak el maguktól a játékosok. Hári Kristóf, a csapat egyik legrutinosabb tagja, szintén kiemelte, elvárás volt, hogy maximális pontszámmal jussanak a bearájátszásba, így kisé csalódott, hogy ez nem sikerült. A célok azonban változatlanok, és azok elérésében a szezon elején érkezett fiatal játékosokra is számítanak. Jött három új játékosunk Veszprémből, kettős igazolással. Ez nagy segítség volt nekünk, mert elég szűkös volt a kis pad. Úgyhogy szerintem most egész, egész jó a keret, vannak cseréink, úgyhogy igazából jobban össze kellene szoknunk. A Nagy Kanizsa mérkőzést szombaton 16 órától a Kanizsa Arénában rendezik, a találkozót élőben közvetítjük YouTube csatornánkon. A papírforma a kanizsaiak mellett szól. A győzelem különösen fontos lenne, hiszen ezt követően a lista vezetőnek a korosztályos csapatával és a magára találó PVS-ével, valamint a hőgyésszel is rangadót vívnak a délzalaiak. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Fogy a magyar! Fiatalok ezré vándorolnak külföldre, a kormány a hazaváró irodákban látja a megoldást kanizsai összefogás. A mentő és gyermekintenzív alapítvány javára szerveznek jótékonysági bált. A cél a feljutás. Annak a fiataljai mögött fordul az alapszakasz második körére a kanizsai kézi csapat. Ez volt a Kanizsa TV híradója november 15-én szerdán. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön a kibeszélő Tar Mihályal, aki ezúttal Gábris Jácintal beszélgetett. Híreinket megtalálják honlapunkon, akar is a médiaház.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!